Az elmúlt 5 évben nagyon-nagyon visszaestek a PC eladások, és mindenki egyre inkább laptopok, illetve tabletek vásárlására hajtja a fejét. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy azok az emberek, akik inkább laptop vásárláson gondolkoznak, egyáltalán van-e lehetőségük arra, hogy egy igazi gamer gépet vegyenek. Az eddigi gamer laptopok, amiket az elmúlt pár évben láttunk, általában jó pár generáció választotta el a hasonló asztali gép megfelelőjüktől, hogyha megpróbáltunk ugyanabból a generációban vásárolni. Most pedig megnézzük, hogy az Asus vajon rá tud-e száfolni erre a tényre. Ezt a videót a Xeropán támogatta, a közösségi nyelvtanulás ugródeszkája. Kattints most a részletekért. Ahogy azt láthatjátok, ebben a videónkban az Asus G751-el fogunk foglalkozni, amit, mint tudjátok, a Republic of Gamers sorozat legfelső kategóriája jelenleg. Szerintem kezdjük néhány külső tulajdonságával, amik a legszembetűnőbbek. Az előző 750-es modellhez képest maga a forma és a kinézet ugyanaz, ugyanazt a megdöntött billentyűzetet látjuk, ami egyébként nagyon kényelmes gépelés során, illetve ugyanazt a hatalmas méretet és közel 5 kilós, 4,8 kilós súlyt, ami ugye hát nem egészen egy ilyen mindennap magammal viszem a táskában gép jellemző, de sajnos ezen nem lehet változtatni, amennyiben egy ilyen teljesítményű gépet szeretnénk magunknak. Az Asus G700-asra már korábban is jellemző szellőző rácsokat látjuk hátul, ami rettentő mód domináns és inkább egy ilyen lopakodó bombázóra hasonlít, illetve a hatalmas drabális test, ami hát ezúttal sem változott túl sokat. A billentyűzet, a touchpad kiosztása abszolút nem változott, igazából itt most egy színbeli upgrade-et tudunk felfedezni külsőre. Az előző fekete-fehér megoldás helyett most ezt a tipikus Republic of Gamers vörös és fekete megoldást láthatjuk. A billentyű háttérvilágítás is gyakorlatilag erre változott meg a fehér háttérvilágításról, illetve hátul a fekete-fehér design helyett ezt a fekete-piros, illetve most már egy alumínium pajzsal ötvözött megoldást találjuk, ami egyébként rettentő minőségi érzést kelt. A billentyűzetre visszatérve nem csak a háttérvilágítás színe változott meg, hanem néhány plusz gombot, illetve néhány gomb változás is fel tudunk fedezni. Az első szembetűnő megoldás az a Space gomb, aminek a bal oldala sokkal nagyobb lett, mint az előző modellen. Ez igazából a VASD gombok használatának kényelmes módjára próbál appellálni, hiszen a hüvelykújjunkkal sokkal kényelmesebben érjük el azt a részét a Space gombnak, mint egy sima Space gombnál. Kinek tetszik ez a megoldás, kinek nem. Ezen kívül néhány plusz gombot is rátett az Asus az előző modellhez képest. Itt, ami például nagyon hasznos, a három makrógomb, amiről ugye azt programozunk, amit csak szeretnénk, az Asus saját alkalmazásával, illetve plusz két gomb, ami már nem annyira kényelmes és nem annyira pozitív. Az első, a közvetlenül a makrógombok mellett található Steam gomb, a dedikált Steam gomb. Igazából nem nagyon tudjuk, hogy erre miért volt szükség, de ha ezt megnyomjuk, akkor a Steam Big Picture-t tudjuk behozni ugye gyakorlatilag a laptopunkon, ami kényelmes lehet akkor, hogyha mondjuk kontrollerre használjuk esetleg a szobában, mint egy játékkonzolt, viszont akkor is oda kell menni a géphez. A másik gomb pedig, ami közvetlenül az Escape gomb fölött található, a legkényelmetlenebb helyen az Nvidia Shadowplay gomb, ami borzasztó kényelmetlen, nem egyszer miközben teszteltük, azt nyomtuk meg Escape helyett, ami igazából nem feltétlenül azt jelenti, hogy játék közben fölhozzuk a Shadowplay-t, hiszen ez azért nem történik meg, viszont ha mondjuk éppen streamelünk, és Escape gomb helyett, ami sok játékban használatos, ezt nyomjuk meg, akkor bizony igen kényelmetlen lehet. Szerintem ez egy borzasztóan átgondolatlan megoldás volt, hogy pont ide helyezték. A másik negatívum a billentyűzettel kapcsolatban pedig, hogy a hagyományos értelemben vett numlop gomb helyére az Asus ROG vagy Republic of Gamers gomb került, ami borzasztó kényelmetlen, hiszen nagyon sokan reflexből ezt nyomják meg, ha deaktiválni szeretnék a numerikus padot, ami helyett viszont az Asus saját, hát egy kicsit metró felületre, a Windows 8-as metró felületre hajazó saját felületét hozza be, ahol néhány technikai paramétert tudunk megnézni, mint például az aktuális memória használatot, hogy mennyi helyünk van a merev lemezen, illetve néhány saját profilt tudunk beállítani a hangra és a kijelző módra tekintettel, ami egyébként szerintünk semmire sem való. A szokásos gombok a billentyűzeten megtalálhatók, amiket ugye mi pozitívumként szoktunk megemlíteni, mint játékos notebook, ebbe beletartozik a teljes értékű nyilak, ami ugye maradéktalanul távol marad a billentyűzettől. Ezzel nagyon kényelmes, nem akarunk bele a többi gomba, ez nagyon jól szokott jönni, bár nem ismerünk olyat, aki a nyilakon játszik. Illetve a VASD gombnak a színben való megkülönböztetése, hiszen ezenek az oldalfala is ezt a piros színt kapta, valamint ez a kis bütyök a W gombon, amivel bármikor vakon megtaláljuk a W gombot, már akinek ez nem megy reflexből. Néhány szót a trackpadről, gyakorlatilag egy szóban ki tudom fejezni a trackpadet, attól függetlenül, hogy megpróbálta az Asus ezt a hatalmas méretet használni, a notebook méreténél adódóan erre aztán volt lehetőség, amivel alapvetően ránézése egy nagyon hasznos trackpadnek tűnik, viszont borzasztó.
Rettenetes, ezt egyszerűen nem tudjuk kikerülni. A trackpad felületével nem lenne gond, hiszen nem egy érdes, nem egy tapadós dolog. Nem jellemző rá az, hogy új lenyomatot hagynánk rajta, viszont az érzékenységével vannak gondok. A két hatalmas gomb viszont rettenetes rajta, hiszen azok csak a belső részen, tehát ahol a két gomb találkozik, ott érzékelnek 100%-osan, hogyha a számunkra kényelmesnek mondható részen próbálnánk reflexen nyomni a bal oldalát, akkor sok esetben csak minden második gombnyomásra érzékeli a kattintást, de ezt sem tudjuk a G751-nek a kárára mit, hiszen nem nagyon tudunk olyat, aki egy gaming laptopon trackpaddel játszana. Egy másik hatalmas upgrade az előtthöz képest, amit már nagyon-nagyon vártunk a gamer notebookoktól, hogy a legtöbb ilyen TN panelt használ nyilván a kis válaszidő miatt, ebben viszont már egy IPS panel található, ami első ránézésre is, bárhol látjátok ezt a gaming notebookot használat közben, pazar, iszonyatosan jól néz ki, és szerintünk nem kell több egy gaming notebookba. Nézzük meg, hogy milyen csatlakozókkal rendelkezik egy ilyen karakterű notebook. Ha a laptopban szemben állunk, a bal oldalon található egy SD kártyaolvasó, ami mindig nagyon-nagyon hasznos, főleg azoknak, akik multimédiás célra használnak fel egy ilyen laptopot. Találunk benne egy optikai meghajtót, ami a mi esetünkben egy DVD meghajtó, de azt tudjuk, hogy ezt a notebookot lehet venni Blu-ray meghajtóval is, akinek erre van szüksége. Illetve található két SuperSpeed USB 3.0 csatlakozó és a szokásos Kensington lock. A notebook jobb oldalán pedig a szokásos jack csatlakozók megtalálhatóak, ezek sorrendben az első egy SPDIF kimenet, ami ugye alkalmas akár 5.1-es analóg kimenetre, illetve hogyha kombó fejhallgatót használunk, legyen mondjuk egy telefonheadset, akkor ugye ez egyszerre ellátja a mikrofon és a fejhallgató szerepét. Ezután a két külön jack csatlakozó külön mikrofon és fejhallgatóra oszlik szét, hogyha ezt szeretnénk használni, vagy ilyen headsetünk van. Utána találunk még két USB 3.0-t, ami szintén SuperSpeed. Összességében erre egy picit kitérve, szerintünk a négy USB csatlakozó egy ilyen notebookon viszonylag kevésnek mondható, már hogyha az ember például USB és perifériaként szeretné használni a billentyűzetét, az egerét, a fejhallgatóját adott esetben, illetve egy webkamerát, ha mondjuk streamálni szeretne, akkor nem marad több hely, ugye, bármilyen adattárolónak, és a többi, és a többi. Szerintünk ez kevés. Ezután meglepő módon, de mi nagyon-nagyon örülünk neki, egy olyan mini DisplayPort csatlakozott állunk, ami egyben Thunderbolt is, ez egy iszonyatosan jó pont egy ilyen notebookon, hiszen aki valóban multimédia felhasználásra szeretne egy ilyen gépet, tehát videóvágásra, fotószerkesztésre akarja használni, mint egy workstation gépet, és szeretne hatalmas tárhelyeket rákötni, akkor most már nem csak az Apple gépek közül választhat, hanem egy igazán teljesítményorientált gép is tökéletes lesz számára, hiszen a Thunderbolt csatlakozó nem egy gyakori dolog. Ezután a szokásos HDMI csatlakozót megtaláljuk rajta, illetve a szokásos Ethernet csatlakozót, ami egyébként az Asusnak a hihetetlen gaming optimalizált, biztos, hogy nem lesz lagod megoldása. Ennek a technikai részleteiben nem szeretnék belemenni, illetve az egyik számítógépről sem lehagyható VGA csatlakozó, amit nagyon örülnénk, ha már mindenki elfelejtene. Egy másik dolog, amiben eltér az előző modelltől, ami tekinthető negatívumnak is, de igazából manapság már nem sokat számít, az az, hogy az előző modellnek kivehető akkumulátora volt, ennek a modellnek viszont az egységes alumínium dizájn miatt, illetve az Asus szerint a benne lévő helyelrendezések miatt nem kivehetős akkumulátort alkalmaztak, tehát az aksit ebből a gépből nem fogjuk tudni kivenni. Miután körbenéztük a laptopot, térjünk rá a lényegre, hiszen ez egy iszonyatosan teljesítményorientált gép, nézzük meg, hogy mégis mit tud ez a számítógép azért az árért, amennyibe kerül. Processzor tekintetében történt előrelépés, ugye most már nem csak 4710 QM-mel, hanem 4860 QM-mel is választhatjuk ezt a gépet. Igazából itt a különbség legtöbb esetben a Turbo Boost képességében van magának a processzornak. Sok helyen említették egyébként, hogy alapból egy alacsonyabb órajelű megoldásról van szó a 4860 QM esetében, ami Turbo Boost-tal ugyanakkor a teljesítményt ér el, mint a 4710, így sok esetben nem nagyon tudták eldönteni, hogy most megéri ez az upgrade vagy nem, és most pletykariadó, ezt az egy dolgot egyszerűen nem tudtuk kipróbálni, mert nem rendelkezünk a megfelelő hardware-re. De ez egy nagyon fontos dolog, és sokan vacilálnak most a nagyobb processzoros vagy a kisebb processzoros megoldást válasszuk. A legtöbb fórum szerint mindenki a 4710-et fogja választani, illetve mindenki azt ajánlja, hiszen alapból magasabb óra jelen van, és semmi különbséget nem találunk a 4860 QM-mel szemben. Viszont egy hatalmas különbség, és most nagyon bonyolult magyarázat következik, az az, hogy a 4860 már az Iris Pro-t használja, ami ugye már az Intel HD 5200-as modell, ami sokkal jobb integrált videokártya, de, és még tudtok követni, akkor most figyeljetek, ez teljes mértékben le van tiltva a laptopban, tehát hogyha a nagyobb processzort választjátok, amihez jobb integrált videórész tartozik, akkor azt nem tudjátok használni, viszont azt mondják a pletykák, hogy mivel le van tiltva az integrált videokártya, nem megy keresztül rajta a videójel, így elvileg a laptop csak ezzel a módszerrel, hogy a nagyobb processzort választjuk, lesz képes G-Syncre, illetve akár 120-144 Hz-es teljesítményre, de ezt nem tudtuk kipróbálni, tehát ez még mindig csak pletyka.
Ennyit a processzorral. A RAM megoldásokban nagyon-nagyon sokféle megoldást találunk, hiszen ugye rettentő sok modell kapható ebből a notebookból. Mi nálunk a 16 gigás verzió van, ami egyébként a RAM bővítési lehetőségeknél teljes mértékben a másik oldalon van, ahogy a laptop alját felnyitjuk, erről majd később még beszélünk. Így 32 GB-ig lehet maximálisan bővíteni ezt a notebookot. A tárhelyek tekintetében is nagyon-nagyon sokfajta megoldással találkozunk, úgy tudunk feljebb menni árban, minél komolyabb merevlemez megoldásokba vagy SSD megoldásokba merítkezünk. Alapvetően a számítógépben két és fél calos meghajtó hely található, illetve, és most megint egy érdekes rész következik, hogyha az ilyet szeretnétek vásárolni, jobb, hogyha tőlünk tudjátok meg, hogy nem lehet előre tudni, hogy melyikben van M.2-es foglalat. Ezt egyszerűen vagy meg kell érdeklődni a kereskedőtől, vagy adott esetben, ha van erre lehetőség, megnézni a notebookot, hiszen sehol nem találtunk semmilyen nyomot arra, hogy melyik az a modell a több mint 60 fajtából, amelyikben van M2-es foglalat, illetve amelyikben nincs. Mi itthon ezt az egy modellt találtuk, amiben volt M.2-es foglalat, illetve az ennél drágább modelleket, az egyébként alapból egy 4860-as, 16 gigás, természetesen nagy videókártyás megoldás, amiben egy darab SSHD volt, ebben találtunk M.2-es foglalatot, de alapvetően két merevlemezes megoldást, két SSD-s megoldást, egy SSD-s, egy merevlemezes megoldást, vagy egy M.2-es SSD-s, egy merevlemezes megoldást tudunk használni, hiszen az egyik két és feles merevlemez helyen keresztben helyezkedik el az M.2-es foglalat, tehát hogyha ide beteszünk egy M.2-es SSD-t, már nem tudunk még egy két és feles drive-ot használni, ami egyébként nem túl szerencsés, és szerintem dizájnból meg lehetett volna ezt oldani. Most pedig a lényeg, végül is a videokártya, ami ugye egy gaming laptopban a legfontosabb. Ugye az előzőhez képest, a 880M-hez képest ebben már egy 980M van, ami még mindig az N jelet kapta, viszont ebben a tekintetben most már kezdhetünk egyre halványabb M-re gondolni. Hogy értsétek, eddig hatalmas különbségek voltak az asztali megfelelő és a mobil megfelelő között, most viszont egyre kezd elhalványodni ez a határ, hiszen a 980, majd látjátok a teljesítményeinket, hogy miket mértünk játék, illetve benchmark során, kegyetlen. Akármivel próbálkoztunk, szinte nem tudtuk kinyerni a 980M-et a jelenlegi címekkel, és FPS-ben, illetve benchmark pontszámban is igen közel áll az asztali megoldáshoz. Jó, nyilván nem tudja hozni azt a teljesítményt, de hogyha a 880M-es elődjét nézzük, kegyetlen a különbség. Nem is beszélve az energiatakarékosságról, hiszen az egész teljesítmény az új Maxwell architektúrán keresztül sikerült, úgyhogy amiatt, hogy kevesebb áramot fogyaszt, így sokkal nagyobb teljesítményre képes ugyanabban a formában. A GeForce 980M-nek egyébként a 4 GB-os verziójával van szerelve a legtöbb ilyen notebook, bár találtunk olyan skandináv és kelet-európai országban felelhető modellt, ami 8 GB-os verzióval rendelkezik, hát erre nem tudunk mit mondani. Mivel notebookról van szó, beszéljünk egy kicsit az akkumulátor teljesítményről. Gaming notebook lévén nyilván ez egy gyenge pont lesz, de ezt nem tudjuk a számlájára írni, hiszen cserébe kapunk hatalmas teljesítményt. Átlagos felhasználás során, ahogy mi próbáltuk ki internetböngészés, stb. Körülbelül 4 órásig kellett kipasszíroznunk az egyébként 6000 mAh-s akkumulátorból, ami alapvetően nem rossz egy ekkora notebookhoz képest, de azt lássuk be, hogy nem ezzel fogunk a vonaton ücsörögni az ölünkben, böngészve a Facebookot, ez tuti. Játék közben ez a teljesítmény nyilván még jobban csökken, körülbelül egy olyan 50 percet tudunk rászámolni egy komolyabb játéknál, de nyilván ez a legtöbb gaming notebooknál így van, ameddig nincs semmilyen forradalmi megoldás a hirtelen akkumulátor teljesítmény növekedésre, addig ez a dolog így marad. Ha töltőnélkül használjuk a laptopot, nyilván csökkenni fog a teljesítményünk, hiszen körülbelül a 260-270 wattos áramfelvétel helyett egy olyan 100 wattnyi áramfelvételt enged a rendszer, így sokkal kisebb teljesítményt tudunk elérni a notebookunkon. Viszont az Nvidia-nak a Battery Boost technológiájával ez egy kicsit fokozható. Ezt úgy kell érteni, hogy ebben a Battery Boost módban ki tudjuk választani azt, hogy az adott játékoknál mennyi legyen a maximális FPS-ünk, amivel megelégszünk. Tegyük fel, utazás közben szeretnénk játszani egy egyszerűbb játékkal, ami mondjuk tegyük fel egy stratégiai játék, vagy mondjuk egy Hearthstone, amiben nincs szükségünk konstans 60 FPS-re, be tudjuk keppelni 30 vagy 45 FPS-re, így a fennmaradó teljesítmény megmarad akkumulátorban, így körülbelül egy ilyen 20-30%-os teljesítmény növekedést lehet elérni akkumulátor szinten, nyilván a megfelelő játékoknál senki nem fog 30 FPS-sel kompetitívan kodozni. Egy másik nagyon-nagyon fontos dolog a gaming notebookok során, az pedig a hőmérséklet. Ez általában sok gaming notebooknál problémát jelent, közel porszívó hangot érünk el, és közel 60 fokos billentyűzet hőmérséklet, ami rettenetes szokott lenni, főleg amikor játékra kerül a sor. Az Asusnak ez a hatalmas mérete lehetővé tette azt, hogy egy olyan hűtési megoldást használjanak, ami nagyon-nagyon-nagyon pozitív egy notebook esetében. A két hatalmas hátsó kiömlő nyíláson rettenetes hőmennyiség távozik, viszont rettentő halkan, hogyha nem játszunk a számítógépen, alig van hangja. Ez komoly, egyébként nagyon-nagyon sok környezetben próbáltuk és iszonyatosan halk. A játék teljesítmény közben is szerintünk viszonylag csendesnek mondható, hogyha másra hasonlítjuk össze.
A másik oldalról pedig a billentyűzet maga az a hely, ahol a csuklónk nyugszik, illetve a trackpad abszolút nem melegszik, alig néhány fokkal melegebb, mint a mellette lévő asztal. Ez nagyon-nagyon pozitív, hiszen sok gaming notebook esetében nagyon forró a billentyűzet, amikor játszunk. Illetve, hogyha esetleg valamilyen elmebeteg módnál fogva az ölünkben használnánk, akkor sincs gond, hiszen minden hő hátrafelé távozik. Ott viszont szerintünk akár műanyagot is lehet olvasztani a notebookkal. Alapvetően ez egy tökéletes játékos megoldás, hiszen a hőmérséklettel nincsen gondunk, a teljesítménnyel nincsen gondunk, végre IPS kijelzőn játszhatunk, illetve a beviteli eszközök is nagyon-nagyon kényelmesek. Körülbelül annyit szeretnénk volna nektek elmondani erről a notebookról, hogyha szeretitek ezeket a videókat, illetve tetszenek ezek a gaming perifériás, illetve gaming notebookos, gaming gépes cuccaink, mindenképpen kommenteljetek, mondjátok el, hogy mit gondoltok ezekről a videókról, szeretnétek-e még ilyeneket, illetve hogy mit gondoltok erről a notebookról, illetve hogy ti esetleg rászámláltok-e azt a pénzt, amennyibe kerül akár egy asztali gép helyett, erre mindenképpen kíváncsiak vagyunk. Ha tetszett nektek úgy egyáltalán ez a videó, illetve ez a stílus, mindenképp nyomjatok egy lájkot, illetve aki nem szeretne lemaradni Jani MSI szörnyetegéről, az mindenképpen iratkozzon fel a csatornánkra. És legközelebb találkozunk. Szevasztok!